Közel 50 ezer forintot szánunk idén karácsonyi ajándékra. Az internetezők legalábbis. Az árukereső és a DKI digitál, a GKI digitál felmérése szerint. Ezúttal 20 ezer forinttal többet tervezünk költeni, mint 4 évvel ezelőtt. Madar Norberttel, a GKI digitál vezető tanácsadójával folytatom, azon előtte mutatunk egy rövid összefoglalót. Az idén már átlagosan 48.400 forintot költenének karácsonyi ajándékokra az aktív internetezők, derül ki az árukereső.hu és a GKI Digital közös kutatásából. Ez az összeg több mint 7.000 forintos növekedést jelent egy év alatt, és több mint 20.000 forinttal haladja meg a 4 évvel ezelőtti keretet. A külföldi rendelésekben élen járnak a férfiak, a plázákban viszont szívesebben vásárolnak a nők, illetve a fiatalok és a nyugdíjasok. Az ajándékok között továbbra is a ruházati cikk, a kozmetikum, valamint a játék a 3 legnépszerűbb termék kategória. Madar Norbert, a GKI Digitál vezető tanácsadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jól mondtam ezt, hogy arra jutottak, hogy nagyjából 50 ezer forint értékben veszünk. Hány főnek? Igen, 50 ezer forint az az összeg, amit el fognak költeni az internetező magyarok saját bevallásuk szerint ajándékra, és egyébként nagyjából 8 főt terveznek meg ajándékozni. Ebből az összegből? Ebből az összegből. Csak igen. A neten vásárolnak, vagy csak a neten költenek ennyit, és másoknak vesznek készpénzért, vagy kártyával boltban mások? Nem, ez teljes költésre vonatkozó összeg. Annyi a kritériumunk a felmérésből adódóan, hogy az internetező aktív lakosságot tudtuk elérni, ez nagyjából ma Magyarországon egy 6 millió fős lakosságot jelent. A 6 millió fő, tehát igen. Több, mint minden második ember. Így van, és ebből a 6 millióból egyébként 3 millió az, aki nagyjából online vásárlónak tekintető rendszeres szinten is. Uh-huh. Nyilván nem mindenki fogja a karácsonyi ajándékot teljes egészében internetről letudni, de azért a többség saját bevallása szerint már úgy tervez, hogy kerüli a sorbaállást a bevásárló központokból, hogy ilyenkor tapasztalható káoszt, és megpróbálja akár már novemberben elindulva szépen fokozatosan megvásárolni az ajándékokat. Mit veszünk a neten, és honnan? Ugyanazokból a boltokból, amelyeknek esetleg van webshopja is, megnézzük a boltban, hazamegyünk, vagy az Alibabáról? Igen, az Alibaba, mint külföldi webshopok között az egyik legnagyobb nyilván tényező magyar vásárlók körében is. Igen. Egyre inkább az online vásárlóknak az 57%-a már vásárolt külföldi webshopból, és a külföldi webshopok kapcsán természetesen inkább az ázsiai, kínai webshopok azok, amik dominánsak, hiszen ott jóval olcsóban lehet gyakorlatilag bármilyenféle terméket megvásárolni. Visszatérve a kérdésére, a karácsonyi ajándékok tekintetében a tájékozódási forrásokban ma már ezek az árösszesoltó oldalak azok, amik dominánsak, tehát célirányosan fel lehet menni ezekre az oldalakra, és nem csak ár alapján tud dönteni a magyar fogyasztó, hanem össze tudja hasonlítani, sőt, ha nincs inspirációja, akkor neki tud állni keresni paraméterezetten különböző termékeket összehasonlítva egymással, és az alapján eldönteni azt, hogy hol fog vásárolni, hogy ő milyen terméket szeretne akár ajándékba, akár magának vásárolni. Bennem is felmerült már, amikor az árukeresőt böngésztem, a kérdés, hogy vállal-e garanciát az árukereső azért, vagy egyszerűen csak elénk teszi, és nekünk kell körültekintő fogyasztókként viselkednünk, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy mondjuk a legolcsóbb, ami a tizedébe kerül a másiknak, és már kattintaná rá az ember, az megbízható-e? Igen, az árukereső olyan szempontból tud garanciát vállalni, hogy különböző jeleket tesz a kereskedők, illetve az ajánlatok mellé. Egyrészt feltünteti azt, hogy megbízhatónak minősül az adott kereskedő. Magyarországon van a székhelye. Ez nagyon fontos például, hogy Európai Unión belül legyen a cég akkor, hogyha elállási joggal akarunk élni például. A másik, amivel sok kereskedő úgymond szokott trükközni, hogy leviszi az árat, ezáltal a találati lista élére tud kerülni, azonban mondjuk egy nagyon magas, a piaci átlagnál magasabb kiszállítási díjjal vállalja csak a szállítást, amiben nyilván már neki is van úgymond haszna, illetve ő is keres rajta. Ezáltal és ezt nem veszi észre az árukereső. De, és ezt akartam még pont mondani, hogy ezt külön jelzi az árukereső, hogyha egyébként valakinek jó az ára, de magas a szállítási díj, amit vállal. Aha, tehát előre sorolja ugyan, de segít, de hogy ne tévedjek. Külön megjegyzésben ott van mellette az, hogy egyébként ez a kereskedő a piaci áron kétszeresért szállít ki, ami egyébként nagyjából egy 1000 forint a piaci átlag, és ha valaki 2-3000 forintokért vállal egy egyszerű házhoz szállítást, akkor ott már azért el lehet kezdeni gyanakodni azzal kapcsolatban, hogy valószínűleg keres rajta a kereskedő is, nem csak a futárcég. Egyre nagyobb a jelentősége a Black Friday-nek. Ez egy konkrét nap, vagy most már lassan egy hét, vagy akár több is? Azt kell, hogy mondjam, a magyar fogyasztó ilyen szempontból nem annyira hű az amerikai hagyományokhoz. Ugye ott a háladáshoz kötődik ez a történet, és ebből kifolyólag idén november legvégére fog esni. Ez kereskedelmi szempontból mondom sem kell, nem túl szerencsés, hiszen így nem annyira hosszú a szezon, mint hogyha hamarabb kezdődne. Úgyhogy a magyar cégek ezt nem igazán fogják betartani, és gyakorlatilag tudomásom szerint már jövő héttől kezdődően, azaz november 11-től
egészen november végéig folyamatosan, akár nem csak pénteken is Black Friday akciókban fognak tudni a vásárlók botlani, ami egyébként azt gondolom jót tesz a piacnak, hiszen a vásárlóknak sem kell egy napra koncentrálniuk, hanem lehet nyugodtabban böngészni és rendelgetni. Tulajdonképpen akkor a Black Friday időszak alatt el is kezdjük a karácsonyi vásárlást? Sokan ehhez kötik. Azonban azt látjuk a felmérésből is, meg a korábbi évek tapasztalatából is, hogy a kettő külön válik olyan szempontból, hogy a Black Friday, vagy fekete péntek ugye magyarosan, inkább olyan termékek köré csoportosul, amiket a háztartások saját maguknak vásárolnak, és ezek a költések elhalasztott költések jellemzően. Az év korábbi szakaszaiban nem veszik meg ezeket a nagy háztartási gépeket például, vagy műszaki cikkeket, és megvárják vele az akciókat. Nyilván nem mosógépet adunk karácsonyra ajándékba egymásnak, ezért azok a típusos lágertermékek, mint a kozmetikumok, a ruházati cikkek, a játékok inkább a Black Friday után kezdenek úgymond virágozni és az akciók köréjük épülni. Most még a Black Friday inkább majd ezekre a nagy értékű háztartási gépekről, okostelefonokról, szórakoztató elektronikai termékekről fog szólni. Értem szerint, hiszen azon lehet a legnagyobbat spórolni ebben a fekete. Ezek a legvonzóbb termékek ilyen szempontból. Egyre többet költünk? Tehát igaza volt a Robinak abban, amikor a felkonferáláskor azt mondta, hogy ebből a szempontból Magyarország egyre jobban teljesít? Jobban teljesítünk, igen, 5 évet csináljuk ezt a kutatást, és az 5 év alatt most a legmagasabb ez a becsült költés. Ugye nyilván hangsúlyozom, hogy ez egy becslés, hiszen általában, ha visszamérjük majd januárban, akkor az jön ki, hogy azért vagy túlköltekeztük, ugye, vagy alulköltekeztük, attól függően, milyen demográfiai csoportot nézünk, de egyértelműen látszik az a trend, hogy az emberek bátrabban mernek vásárolni, bátrabban mennek költeni, és a másik oldalról a növekedésnek egy fontos oka, hogy egyre bővül azoknak a köröknek ajándékot akarunk vásárolni. Tavaly még 6-7 közötti szám volt átlagosan a megajándékozottak száma, idén ez már 8-ra bővül, tehát ez is indokolja azt, hogy egyre többet szánunk ajándékra. Élményt vásárolnak az emberek online egymásnak? Most csak eszembe jutott. Érdekes, mert ez egy nagyon fontos kérdés, egyre inkább vásárolnak, igen. Sőt, hogyha azt kérdezzük, hogy mit akarna az ember kapni ajándékban, ugye ez a felmérés az pont az ellenkezővel foglalkozott, akkor viszont az jön neki, hogy nagyon sokan már úgymond mindennel rendelkeznek, ami a sláger termékekből vásárolt, ezért sokan élményt kérnek maguknak. Uh-huh. Egy wellness hétvégét, egy masszázs kupon, valamilyen sporttevékenységről szóló kupon. Tehát igazából ennek a skálája elég széles és végtelen, úgymond, és egyre többen tudják úgymond az ajándékot ezzel le, hogy élményt vásárolnak. És erre a szolgáltatáskörre, rendelkezésre áll, online vásárlásra, nagy spektrumban sokféle cél. Abszolút, több olyan oldal is van, ahol gyakorlatilag a szállástól kezdve egy Hungaroringi élményvezetésig bármit meg tudunk vásárolni. Kupon formájában ezek az oldalak remek célpontjai az ajándék vadászoknak is ilyenkor például. De jó, hogy beszéltünk erről, hiszen fontosabb lenne élményt venni, mint tárgyat sokszor, egyre meg ajándékozott. Sokkal jobban fogunk rá emlékezni évek után, mint a 12. parfümre, vagy a 46. pulóverre, amit kapunk. Meg emlékezetes Turmix gépekről nem is beszélünk. Amik aztán elromlanak 2 nappal később. Hogyan kell tájékozódni? Megismétlem ezt a kérdést önnel mindig, és a választ is, de nem tudjuk elégszer elmondani. Nagyon fontos, és szerintem erről jó, ha beszélünk. Az egyik legfontosabb az, hogy tájékozódjunk a kereskedő miben létéről. Itthoni kereskedő, vagy legalább az Európai Unión belüli kereskedőről beszélünk-e, milyen értékelések, milyen kommentek érkeztek rá, akár egy árösszehasonlító oldalon keresztül. Bízhatunk-e abban, vagy dömpingben tolja maga a cég a kommentjeit? Az igazság, hogy ez már tisztulni látszik, azért se az árösszehasonlító oldalon, se a kereskedőnek nem érdekel fals kommentekkel tölteni az oldalát. Miért nem? Hogy mert ne lenne érdekel? Ezek minden kiderül. Mondok egy konkrét példát, nagyon sok külföldi webshop például translate, tehát fordító alkalmazás sokkal külföldi kommenteket fordított le, és hát ezek nagyon magyar tanul tudnak hatni, ha nem is nyelvtanilag, de mondjuk megfogalmazás módjában. És egy ilyen tupírozott komment, amit mondjuk egy belsős alkalmazott ír, az sose lesz hiteles. Az embereknek ilyen szempontból jó óra van, és kitapasztalják azt. És nem tehetik azt meg, hogy kicenzúrázzák a nagyon ronda kommentet? Megint csak azt mondani, hogy megtehetik, de igazániból akkor hiteles és egészséges egy ilyen hírfolyam, hogyha van benne negatív is, vegyes álláspontú is, és a természetesen nyilván pozitív komment is. Az arányokon van a hangsúly, azt gondolom. Még arra röviden, ha válaszolna, a nők vagy a férfiak vásárolnak inkább online? Nők. Én inkább a nők. A férfiak már ráhagyják a nőkre általában ezt a döntést. Adjunk egymásnak élményt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.